Egyre több fiatal nyúl a drogokhoz. Néhány nappal ezelőtt a múlt csütörtökön, június 26-án ünnepeltük a Nemzeti Drogellenes Világnapot. Győrben is voltak rendezvények, erről a Híradóban beszámoltunk, most tovább folytatjuk ezt a témát. Jó estét kívánok, köszöntöm a Győr Plusz Televízió kedves nézőit. Ez itt a Konkrét, benne pedig konkrétan a fiatalok droghasználatával foglalkozunk. Vendégünk a stúdióban ma este dr. Radics Judit, pszichiáter és pszichoterapeuta, mind a kettőt sikerült kimondanom. Jó estét kívánok, és köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó estét kívánok! Hát doktornő, elég súlyos és nehéz kérdéseket állítottunk össze, mert közösen állítottuk össze, mert ez az a téma, ami mindenkit érint. Gyerekeket, felnőtteket, barátokat, családokat egyaránt. Kezdjük talán azzal, hogy vannak-e, léteznek-e egyáltalán adatok magyarországi vagy győri szinten azzal kapcsolatban, hogy a fiatalok hány százaléka érintett ebben a témában, vagy csak tendenciákról tudunk beszélni? Igen, vannak ilyen tendenciózus adatok. Azt kell, hogy mondjam, hogy Győr, mint a régió központja nagyváros, egy nagyvárosban mindig sűrűbben fordulnak elő problémák, devianciák, így a droghasználat is magasabb, mint mondjuk a környező falvakban, illetőleg koncentrálódik is, és általánosságban azt tudom mondani, hogy maga Győr-Moson-Sopron megye kevésbé fertőző drogkérdésben, mint mondjuk a keleti megyék. Győr maga egyéb, mondjuk Békés Csaba, Nyíregyházához viszonyítva, tehát keleti nagyvárosokhoz viszonyítva is kevésbé érintett. Ugyanakkor még a 90-es években 4,4%-os érintettségünk volt a keleti országrész 23%-os érintettségéhez képest. Az emelkedés egyértelmű, 2004-ben volt egy nagy ugrás, és most 19,5, illetőleg 23-24%-os fertőzöttség van a városban, amit azt lehetne mondani, hogy a fiatalok egyötöde, egynegyede az, aki drog problémával valaha is szembe került. Ugye arról beszéltünk, hogy fiatalok kerülnek kapcsolatba a drogokkal. A fiatal az egészen pontosan hány éves kort jelent, és lehet azt tudni, hogy milyen fiatalon kerülnek ők kapcsolatba, akár kábítószerrel, akár dohányzással, akár az alkohollal? Különböző a dohányzás, illetőleg a drog kérdés, de akár már 8-10 éves korban is, hogy a legfiatalabb korosztályt említsem, de inkább a 15-16 éves populáció az, aki kirívóan és kiugróan kapcsolatba kerül a dohányzással, az alkohollal és a drog kérdéssel. Nem túl korai ez egy picit, mert nagyon megdöbbentően korainak tűnik. Rendkívül korai, de mégis erre van egy ilyen tendenciózus adat. A szórakozás, a média olyan irányba tolta el most a szociális körülményeket, hogy ez a 16 éves korosztály az, aki először találkozik vele a kutatások adatai szerint, már amennyire ugye ezek az adatok megbízhatóak. Éppen azért, mert ennyire súlyosnak tűnik a helyzet, szerencsére nem Győrben, de országos szinten mindenképpen nagyon sokat beszélünk arról, és évek óta beszélünk arról, hogy drogprevenció. Ennek milyen eszközei léteznek ma Magyarországon? Mert hát nem mindegy, tehát oké, felállítunk egy nagyon jó stratégiát, de ugye ezt valakinek meg kell valósítania, el kell jutni a fiatalokhoz, a célközönséghez. Itt ma Magyarországon milyen ilyen prevenciós eszközök léteznek? Nemzeti drogirodánk van, nemzeti drogprogramunk van, ami az Európai Drogprogramnak a része, és tulajdonképpen olyan programokat céloz meg ez a drogprogram, aminek az iskolák a központja. 400 ilyen típusú program működik a magyarországi iskolákban, és az iskolák 85%-a ezt igénybe is veszi. Tehát a drogmegelőzés központja manapság az iskola, és ezen kívül olyan típusú programok, mint ahogy a múlt héten Győrben az Árkádnál megnyitott drogfal is segíti azt, hogy kérdéseket tehessenek fel személyesen a szülők, a gyerekek, az érintettek vagy az érdeklődők. Jó, hogy említette a szülőket, meg a gyerekeket, meg akár a tanárokat, mert ugye a megelőzésben ugye mindenkinek szerepe van és szerepe lehet, akár az adott fiatal barátjának, baráti körének, akár a szülőjének, akár a tanárainak. Külön lehet ezt választani, hogy kinek milyen szerepe van és mennyire súlyos a szerepe abban, hogy valaki esetleg ne próbálja ki, vagy legalábbis ne legyen folyamatos fogyasztója ezeknek a drogoknak? Nagyon nehéz erre a kérdésre röviden válaszolni, hiszen hosszan beszélhetnénk, és nem volna kötött az idő, akkor sokkal több mindent lehetne mondani. Nagy általánosságban azt lehet mondani, hogy a tanárok és a szülők azok, akik esetleg a diák magatartás változását észlelhetik. Hozzáteszem, a szülő, ha maga is problémás, leköti a saját problémája. Abban az esetben, hogyha egy kiváló szülő, akkor is sok munka, tehát a mai szülőknek rengeteg munkája van, el vannak foglalva a munkahelyükkel, a munkaidejük nagyon kötött, tehát még az úgynevezett jó szülő
szülőket sem lehet felelőssé tenni, hogyha ilyesmi történik a családban. A lényeg az, hogy az ő részükről a magatartás változás észrevétele. Ha a gyerek bezárkózik a szobájába, korábban bizalma volt a szülőkhöz, de kevesebbet beszél vele. Tanárok részéről egy jobban tanuló diák érdekes módon hirtelen veszít a tanulmányi átlagából. Illetőleg a kortárs csoportok is szóba jönnek, hogyha olyan szerencsés a helyzet, hogy a kortárs csoport komoly gondolkodású fiatalokból áll, tudja presszionálni azt a barátot, aki a körben esetleg ez irányban eltévejedett. De hogyha maradunk még a szülőknél, az egy dolog, hogyha észreveszi, de utána ugye meg is kell találni a hangot a gyerekével. Hogyha a gyerek erről nem akar, vagy nem hajlandó beszélni, akkor hogyan lehet ezt orvosolni? Meg kell, hogy mondjam, hogy ez rettenetesen nehéz dolog. Szerencsésebb a szülő, hogyha van esetleg testvér a családban, akinek igénybe tudja venni a segítségét, vagy az előbb említettem a kortárs csoportot, hogyha a fiatalnak, a gyereküknek van olyan barátja, akivel a szülő is jó viszonyban van. De az a helyzet, hogy itt tulajdonképpen, hogy a szülő hogy találja meg a hangot, erre éppen az iskolákban, illetve a múlt heti üzenőfalnál lévő prevenciós csomag is tájékoztatásokat tud adni, hogy milyen interakció történjen, hogy nyerjék meg ezután a fiatal szimpátiáját az irányban, hogy bizalommal legyen irántuk, de mindenképpen nagyon nehéz kérdés. A szülőknek tudunk, vagy tud valamit tanácsolni, hogy ilyenkor igenis drasztikusan próbálják megoldani ezt a témát, vagy ezt a kérdést, ezt a problémát, vagy inkább szépen lassan lépésről lépésre próbáljanak közelíteni a saját gyereküköz, akikkel elvileg akár még jó is a kapcsolatuk, csak éppen ezekről a problémákról nem tudtak, vagy tudnak beszélni. Ha a drasztikus megoldáson büntetést értünk, akkor nyilván büntetést semmiképpen nem javasolunk. Az a legszerencsésebb, hogyha már a probléma korai fázisában föltűnik a szülőnek, hogy valami gond van. Ezzel együtt mindenképpen érdemesebb rövidre zárni gyorsabban a dolgot, és nem hagyni lecsengeni, vagy előre menni. Tehát ha már kiderül, akkor inkább egy nem agresszív, nem durva, de gyorsabb megoldást kell választani. A szülőkről, meg a barátokról már beszéltünk, egy tanárnak mennyi lehet, vagy mekkora lehet a felelősség ebben a kérdésben, hiszen a tanár elvileg az a dolga, hogy oktassa, okítsa a gyerekeket, nem feltétlenül kell azzal foglalkozni, hogy az a gyerek változott-e, megváltozott-e, történt-e valami a magánéletében. Szerencsére vannak jó példák, és vannak még ilyen kifejezetten jó tanárok, akiket érdekli a háttér is. Szóval egy tanárnak mekkora a felelőssége? Mindenképpen azt tudom mondani, hogy szinte elhangzott a kérdésben a válasz, hogy a legtöbb pedagógus odafigyel arra, hogy a diákjainak hogy alakul az élete, és ő is tulajdonképpen akkor egy személyes, itt az elsősorban a személyes kapcsolat felvétele, a személyes elbeszélgetés jön szóba, feltárni az esetleges lehetséges hátteret, kideríteni, hogy van-e ilyen probléma. És amit mondtam, ami hirtelen és könnyen szembeötölhet, nem feltétlenül a magatartásváltozás, hanem áttételesen az iskolai jegyek megváltozása, esetleg a hiányzások. Az esetleg problémát okoz? Ne adj Isten, hogy mondjuk a tanár az hamarabb felfedezi ezeket a tüneteket vagy jeleket, mint a saját szülei a gyereknek? Na és akkor mi a teendő? Tehát egy tanárnak meddig van joga belépni a családnak a magánszférájába, esetleg felkeresni a szülőket, hogy kicsit nézzenek már rá a gyerekükre, mert hogy olyanokat tapasztal, ami arra utal, hogy esetleg drogokkal került kapcsolatba a gyermek? Előfordulhat, hogy a tanár hamarabb észreveszi ezeket a magatartásváltozásokat, ezeket a jeleket. Nyilván az első lépés, hogy a diákkal fölveszi a kapcsolatot, és nyilván az iskoláknak megvan az a jogi lehetősége, amivel ők a szülőket felkereshetik, vagy megkereshetik ezzel a problémával, de ez ugye az ő hatáskörük, hogy pontosan tudják, meddig mehetnek el, és hogy léphetnek. Az egész problémának az okáról még nem beszéltünk. Annak mi lehet az oka most a 21. században, hogy egyre fiatalabb korban kerülnek kapcsolatba különböző drogokkal a hát úgymond gyerekek, mert hát ők még bőven gyerekek, hiszen 10 év körüliekről beszélünk, vagy még fiatalabbakról. Azért néhány éve még ott tartottunk, hogy inkább 15-17, amíg serdülőkorban, most meg már 10 vagy 10 alatt. Persze mondjuk Nyugat-Európához, vagy az Amerikai Egyesült Államokhoz képest még mindig jó helyzetben van Magyarország, de miért van az, hogy egyre korábban és egyre fiatalabb korban? Ennek mi lehet, vagy mik lehetnek az okai? Ennek számtalan oka lehet, de inkább a szociális térben keresendő a megoldás. Először is a választás szabadsága megnőtt. Tehát a 20. század végén, most már a 21. században vagyunk, olyan lehetőségeket választhat mindenki, a fiatalok is, ami tulajdonképpen korlátlan. És nyilván a saját személyiségtől, a környezettől függ, hogy abból a korlátlan lehetőségből valaki mit választ ki.
biológiailag is megalapozott, hogy egyre korábban kerülnek a fiatalok kapcsolatba a drogokkal. A bódulat, a mámor iránti, nevezzük így ösztön, az evés, az ivás és a szexualitás után a negyedik legkínzóbb vágy. Tehát ez a mámor iránti igény, ez annyira erős hajtóerő, hogy hirtelen egy példát akartam mondani, hogy valaki megrészegült a sikertől. Tehát az, hogy valaki egy bódult állapotba kerül, hogy ezt egy szertől függően éri el, vagy adott esetben egy olyan teljesítmény függő, mint mondjuk egy sportoló, vagy aki egy kutató, aki komoly eredményt akar elérni, és az részegíti meg, tehát az, hogy mi módon éri el valaki a bódulatot. Szintén ugye egy lehetőség, illetőleg tulajdonképpen a média szerepe annyiban nem hanyagolható el, hogy most már olyan műsorokat láthatunk, főleg a sztárvilágból, ami esetleg azt a talmi csillogást, azt a hamis illúziót kelti a fiatalokban, hogy az egy számukra is nem csak elérendő, hanem követendő példa, és itt ez egy nagyon komoly tévedés. Mert az egy speciális világ, a sztárok nyilván egy csomó mindent meg kell, hogy tegyenek annak érdekében, hogy ők mindig sztárok maradjanak, és a legextrémebb dolgokat vetik be adott esetben, hogy nem csak a teljesítményükkel, hanem egy adott cselekedetükkel felhívják magukra a figyelmet. És tulajdonképpen ez az engedd meg magadnak, neked ez jár szlogen, ez nagyon komolyan tévútra viheti a fiatalokat. Még egy kérdéssel kapcsolódunk, vagy még egy témában kapcsolódjunk vissza a múlt csütörtöki rendezvényhez, hogy az Árkádban egy üzenőfal volt, ahol a készülő vagy megújuló drog stratégiához gyűjtenek anyagot a szakemberek, többek közötten is. Egy ilyen kezdeményezés mennyiben segíthet? Miért jó az, hogyha kikérjük a fiatalok véleményét, hogy ez szerepeljen abban a stratégiában? Egyáltalán egy ilyen helyi drogstratégia mennyire segíthet visszaszoríthatni ezeket a tendenciákat? Mindenképpen ígéretesnek tűnik, mert főleg, hogyha a fiatalokat szólítjuk meg, hogy ezek között a fiatalok között nyilván vannak, akik droghasználók, vagy csak kipróbálták, vagy olyanok, akik nem használták soha ki, de nevezzük így az általánosságban, hogy komoly gondolkodású fiatalok, a korosztályuknak, a tizenéves korosztályuknak a szellemiségét átadják a drogprogramot kidolgozóknak, és akkor a jövőben a drogprevenció az ő nézetük szerint is, hiszen ők a célcsoport, kerülhet kidolgozásra. Mindenképpen hasznosnak tartom. Doktor, ez az a téma, amiről lehetne órákat beszélgetni, szerintem legközelebb folytatjuk majd akár itt a konkrétban is. Dr. Radics Judit, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk, és mindezt megosztotta a nézőkkel. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, ez volt mára a konkrét, tartsanak velünk legközelebbi szerdán, ugyanitt, ugyanebben az időben egy egészen más témával várom majd önöket, akkor is számítok a figyelmükre, a viszontlátásra. A műsorvezető ruházatát a Carlo Benetti és a világmárkákat is forgalmazó Griff Collection üzlethálózat biztosította.